Hát akkor vágjunk bele. Első föllépünk már is itt áll a színfalak mögött. Lukácsi Istvánnak hívják, Adorjánról érkezett, és elmondása szerint Adorján egy olyan falu, ahol mindenki mindent tud mindenkiről. Ez a korábbi stand-up föllépésében hangzott el. Lukács Istvánról azt is tudják, akik látták korábbi műsorainkat, hogy hát a menzára szokott járni enni, ugyanis az Újvidéki Műszaki Egyetemen tanul, és hát a menzán különböző dinóhúsi jellegű ételeket szokott fogyasztani. Ezen kívül, amikor hazamegy falura, akkor a nagymamája biozöldségeiből szokott tenni, ugyanis nagymama kizárólag biozöldséget, biogyümölcsöt és bio dolgokat termel. Köszöntsük egy nagy tapssal Lukács Istvánt! Köszönjük. Köszönöm szépen, és köszönöm Krisztának ezt az ilyen kis prológot, mert igazából ez egy ilyen bevezető volt, tehát aki nem volt itt eddig, vagy nem látta, tehát ez olyan igazából, mint az előző részek tartalmából. De itt egy kis közvéleménykutatásra is kezdeném, hogy esetleg látott valaki bennünket a tévében, vagy nem, biztos. Menjünk tovább. Esetleg van olyan valaki, aki miattunk jött el? Látom, még nyomasztóbb. Tehát ez egy picit olyan, amikor hétvégén hazamegyek a sulizásból, és akkor így anyu jön nekem, főzött valamit, és kisfiam, neked csináltam csak paradicsomos, krumplis, kirántott karfiol főzelék zöldbabbal. Ugye finom? És akkor így, igen, nagyon finom, mert nem sértünk meg senkit, gondolom ti is így vagytok most ezzel, vagyis önök. Vagy ti, nem tudom, mindegy. Azt már meg sem merem kérdezni, hogy van-e valaki, aki csak miattam jött el, mert az már nagyon gáz. Zoli, jaj, többen is vannak, köszönöm. Igazából nagyon nagy dilemmában voltam, miközben, mielőtt indultunk ide, mert ugye múltkor volt ez a tévés föllépés, amit nem látott senki, meg a YouTube-on se semmi, mindegy, nem érdekes. Szóval nézegettem a gardróbomat, hogy ne adj úristen, ha én megint ugyanazt az inget veszem föl, azt nagyon nem kéne. Tehát most itt választottam egy másikat, megnéztem, tehát az én indulás előtt megnéztem YouTube-on a mi kis trailerünket, ugye, amit hirdettünk Facebookon, meg mindenfelé, mert gondolom, most eljöttem volna ugyanabba a csíkos kék ingembe, akkor vasárnap jött volna, bármint a vetítés után vasárnap, jött volna a hír a mamától, a templom után, a központból, hogy na hát a kis Lukácsnak nincs semmibe fölöltöznie, ugyanaz az ing van rajta állandóan. De mindegy, tudja-e valaki véletlen, hogy miről, nem hogy miről híres Adorján, hanem milyen híres, nevezetes hetet-hét országon túli esemény volt mostanában Adorjánon, az elmúlt évben? Nem meglepő, tudja, Sasa? Hurka Fesztivál, nagy tapsos, nem, majd aztán. Igen, Hurka Fesztivál volt. Na most ezt a Hurka Fesztivált szeretném én bogozni így Dióhéjban, hogy mégis az hogy néz ki. A móka az korán reggel kezdődik, mert is télen. Tehát senki nem tudja miért, de disznót csak télen lehet vágni, és csak korán reggel. Tehát 6 óra az a max. Fél hétkor már van késve, akkor megy egy héttel tovább, mert csak ez van. És tehát a móka az ilyen nagyon, nagyon korai szakaszába kezdődik a napnak, és azt kell tudni, hogy ez most nálunk kb. Így zajlott, hogy jön egy ilyen nagy IQ-val átfűtött hang. Ilyen, Jóska! És kb. Ez a látvány fogad bennünket a hang mögül, hogy tehát ez ilyen disznóvágó dressz, nem tudom másképp leírni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van ez a 10% pamuk, jobbik esetben, mert van, amikor csak megvan neki mutatva, hogy pamuk, meg 90% ez a nagyon durva műszálas kötött pulóver, ami igazából nagyon durván ráver a szöges drótra. Tehát, hogyha abba csavarnám be magamat, az szerintem sokkal kíméletesebben bánna velem, mindegy. És tehát ez van fölül, jó esetben norvég kockás, ez ilyen tuning rajta. Van még, megyünk föl picit, ez a naftás sapi, ez a nagyon szép békazöld naftás sapi, aminek van itt egy kis cipzár, meg egy kicsi zseb. Senki nem tudja, miért van ott, soha senki nem használta, de van. Majd azért szeretném megtudni egyszer, mert valaki írja ki Facebookon az üzenőfalamra, hogy na ez azért van, hogy kettős pont. Mindegy, menjünk lefelé. Ugyanez a
ez a kertésznadrág, ugyanez a szép zöld színű kertésznadrág, amin itt van egy kis zseb. Oda szoktak rakni az ácsok ilyen nagyon pici ceruzát, mert az ácsoknak mindig csak pici ceruzájuk van ekkora, és így szét van faragva. És itt a címke mellett ilyen disznóvérrel ilyen reckák vannak, hogy hány állat hullott el már ebben ez a dress használója által, és az elmaradhatatlan gumicsizma, az kihagyhatatlan. Így megy a disznóvágás. És tehát, hogy ilyen ez a Jóska! Mert egyszerűen már fél órája szenvednek vele, hogy ezt a disznót ezt valahogy le kéne birkozni. És ezek a daliás legények, ezek fél óráig szenvednek a disznókkal, vagyis az egy disznóval, mert sokan vannak. A disznó az életében nem látott alkoholt, ő meg hat óra óta állandóan csak piának, tehát sikerült magukat leírni a disznó szintje alá egy picikét, ezért igazából nem igazán eldöntött ez a mérkőzés az első pillanatban, tehát így lehet fogadni a disznóra, meg a böllérekre. Na, és jönnek ezek a daliás legények, akik így le akarják birkozni ezt a disznót. Kemény feladat. És hát hát most megakadtam, van ilyen, nem baj. De nem baj, de az legalább van, aki gördülékeny és szeret, és ránevet, nem baj. Van ilyen. Mi volt a disznóval utána? Na mégis mit lehet a disznóval csinálni? Ja persze, hát felszabdalni, basszus kulcs, hát igen. Hát nem. És jön a disznó, nem a disznó jön, az már ott van, annak szegénynek már vége, jöttek a fejszével, a Józsi, Józska, puf, fejbe csapták, elhullott, nagy nehezen kínok között, és hát ugye ahogy itt ennek múlnak az órák, itt szépen lassan feljön a nap, és mire úgy már hétágra úgy szépen úgy kezd, hogy picikét, nem, mínusz 20 van, akkor így a ubula disznó, az így dalabokba hever, különböző vajlingokon, tálcákon, és arra vár, hogy betöltsék őt éppen saját magába hurkának vagy kolbásznak. Nagyon szép disznóknak a világképe, most így kész, mindegy. Ez van a disznókkal. És hát igen, hurka, és akkor utána sütünk, főzünk, stb., majd eredmény, hirdetés. Ki volt a hurka töltő fesztiválon Adorjánon? Korda Gyuri bácsi, így van, nagyon jó hely. És Balázs Klári is ott volt. Igen. És Korda Gyurit azért csak ismeri valaki. Készfeltétel, könyörgöm. Ott hátul is. Oda nézek, hogy na igen, köszöntem szépen. Korda Gyuri bácsi. Ismerjük a Korda Gyuri bácsit, aki picike így iszik a poharából. Megbég a Klárikám. És ők nem tudom, annyira aranyosak, de tényleg. És így, mikor meglátták őket, a nénik, egy kis legyünk is van, ahogy meglátták meglátták a nénik őtet, és így, mint a török huszárok, így mindenkin átgázolva az első sorba, mert hát itt a Korda Gyuri, és Korda Gyuri bácsi, hatalmas, nagyon jó volt a közönség, a publikum egyszerűen, fantasztikus, és így elragadtatva így mindenkit, hogy mennyire jók vagyunk, és még én is elkezdtem élni a bulit, pedig nem igazán vagyok Korda Gyuri fan, de hát megszerettem az öreget végül is, mert nagyon jó pofa Klárikámmal együtt, és az a látvány, az olyan jó, és a szív melengedtető, hogy az első sorba a nénik, mint kezdő hülye gyerek, egy APN-nel, egy motoros találkozó koncertjén így csápolnak, hogy Gyurikám, de király vagy, és így jó, de tényleg annyira jó volt őket nézni. Most lehet, hogy picikét gúnyosan, vagy ironikusan hangzik, belül itt nem ez van. És az volt a szép, hogy a Gyurikám még számára, jó, az elmaradhatatlan. Tehát ők előadták, hogy mindenki megnyugodjon, nyugodtan tudjatok aludni, előadták a legújabb slágerünket, a Bam Bam Bariát, ami kb. 10 éve már a legújabb slágerük, de ez senkit nem érdekel. Őnekik még mindig ugyanakkor a sikerük van, amikor csak ezt eladják. És befejezésként azért szeretem a Gyuriékat is, meg a néniket is, akik ott nagyon jól érezték magukat ezen a koncerten, mert hát igazából ők ezzel bebizonyították azt, hogy igazából az ember annyi idős, vagy olyan korú, amilyen legbelül van. És ők tényleg annyira nagyon jól érezték magukat, és egy ilyen záró
szösszenetnyi gondolattal szeretnék búcsúzni. Amikor kullogtam szépen haza, mert hát én is megnéztem őket, kullogtam haza a fesztiválról, akkor így elcsíptem egy ilyet, hogy Deica, összefogytunk, rohadt hideg volt januárban, hát körülbelül 2 darab fok volt, és erre mit mondott a másik? Nem baj, Ilkám, nem baj, megértem, mert legalább láttuk a kordát, egészen közelű. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Istvánnak a produkciót, amelyben eljutottál a disznóvágástól Korda Györgyig, elég szép pályát futottál be. Ahhoz képest végül is, hogy a disznóvágás az maradt a korábbi stílusod, mert eddig is a táplálkozásról volt nagyjából szó. Nem tehetek róla, tudat alatt ez van. Szereted a hasadat. Most nem fordulok profilba inkább, majd így. Nos, arról mesélj nekem, hogy voltál Budapesten. Te voltál az, akit a műsor elején már sejtettem, hogy van néhány fellépőnk, aki elment a budapesti Schuder Klubnak a meghallgatására. Egyáltalán hogyan jutottál oda, hogy zajlott, mit mondtak, milyen kritikát kaptál? Ez úgy nézett ki, hogy kaptunk egy e-mailt, én is és Zoltán barátom is kaptunk egy e-mailt személyesen. Kaptunk egy e-mailt a Duma Színházból, inkább így mondom, és ezzel meghívtak bennünket a Fiatal Félőrültek Fesztiváljára, ami hónaponta két alkalmat takar, és akkor ezre meghívtak bennünket egy ilyen próbára. És föl kellett menni Pestre, oda a Duma Színházba, ahol a Kis Ádámék is kezdték, és a többi, és a többi. És Csenki Attila volt a műsorvezető, szépen felkonferált mindenkit. És akkor valójában ennyi, mindenki elmondta a saját kis sztoriát, kaptunk 5 percet, aki jó volt, az kapott még 2 perc ráadást, és utána hirdettünk egy győztest, vagyis hirdetett a közönség egy győztest, és akkor ennyi. Az a győztes, az megnyerte az estét. Tehát nem volt szakzsűri, aki véleményt mondott? Nem volt szakzsűri, csak a Csenki Attila volt, meg a közönségre hagyott. Ő a producer, vagy szerkesztő? Vagy hát most éppen őt kapták el, hogy na csináld meg ezt. És akkor ide ez változik, most legközelebb Felméri Péter lesz. Így mérzünk. No, azt nem értem még, hogy ez ment a tévében is? Vagy nem, ez nem ment a tévében, ez ilyen 40-50 ember előtt ment. Egy ilyen kis stúdióban, ami direkt erre van kihegyezve, hogy tehetségkutató, mondhatnám így szerintem. Ja, igen, tehetségkutatás céljából ide eljönnek az emberek, akik ilyen vállalkozó szelleműek, és akkor kipróbálják magukat közönség előtt. Arra esetleg tettek utalást, hogy a tévéműsorban meghívást kapnál majd egyszer? Nem mondtak ezzel kapcsolatban semmit, de az egy jó jel, hogy te nem kérdezted meg őket? Nem kérdeztem meg őket, tehát ott rengeteg mindenki. Például ott volt a Csillag Születik egyik fölfedezetje is, a Kővári Máté, ő nyerte épp azt az estét. Nem hívtak senkit a tévébe, aki megnyeri ezt többször, az szerintem ez így van. Tehát megkérdeztük a Csenkit is, meg találkoztunk Szőlősi Csák Gergelyel is, hogyha valaki huzamosabb ideig állandóan jó szerepel és tetszik a producernek, akkor esetleg. Tehát ki kell érdemelni. Ki kell érdemelni, és nagyon-nagyon-nagyon hosszú távon lehet ez egy bizonyos út afelé. Értem. Hát akkor kívánom, hogy sikerrel járjál. De azért ne felejts el bennünket sem. Dehogy is, jövök mindig, hogy csak hívjatok. Okay.